Ugye a V715-2-es, valamint a PP376-1-es alapján ezt a végrehajtást nem lehet fogalatosítani. Jelen pillanatban. Érkeztetve van a bíróság, és ez még nem egy lejátszott ügy. Meg félbe vannak az ügyek. Hát a Vinfaktornak nagyon jó kell azt tudni, hogy hány és halaszt a hatállyal bír. Értem. Azt teljesíteni kell, de egyelőre függőben levő ügyek vannak. Nem lehet ilyet csinálni. Hát hogy itt a bírósági papír, le lehet kamerázni. Ez egy függőben lévő ügy. Majd ha lerendezik, és a így van. Általunk... Ha megfelelő végzéssel megbízó... is jogult a jelenleg, akkor semmi akkor elhűtenek. Veszít, akkor át fogja adni a lakást. Mondja. Addig nem. Így van. Hát így ez van. Ennyire egyértelmű. Na, de még tulajdonjogi viszonyok tulajdonjogi viták vannak. Ügyem, ha rajta leszek a kamerát felvételen, az bűncselekmény. Akkor eljárunk önnel szemben. Törődik ki a felvételt most. De, jó? Bocsánat, nem, jogunk van. Nem, mi jogunk van. Készíteni az ő jogunk, mit fogjuk takarni. Vannak több kamerák itt, úgyhogy teljesen... Van itt bőven kamera. Van. Hát miért nem? Ruzsa úr, ki fogjuk takarni az arcát, ha fölkerül valahova. Ezzel mi már tisztában vagyunk, hogy az eljáró hatóság arcát nem tesszük. Főszemélyiségi jogokból kifolyólag. Mondja. Gondoljuk a dolog, amit te már zajlik, már így De gyomor kell hozzá, hát, de most nem elég az, hogy az emberek elkeseredettek és gondok vannak. Így van. Hát a rendőri családokban is vannak ugyanezek a problémák. Értem én. És már kezdik megérteni, hogy amit mi teszünk, azért tesszük, hogy ennek legyen egy jog alapja. Ha nincs jog alapja valaminek, addig nem működhet valami. Jogtalanul nem és működhet. És én valami jogon csinált képet. Tehát ezt tudják önök is, hogy működik. Mondom, mi jogon ehhez semmi közül. Tudom, önök mindig azt mondják mindenhol Budapesten, az összes kerületben. Önök azért vannak, hogy a nép... Nézzetelse minden... Ide jöjjünk, itt vagyunk. Én megértem önök minden elvisszasításra. Az emberem. És jó, jó van. Az emberem ment be. Férjem. Én civil rendőr vagyok, de tudom azt, hogy mit teszek. De hát az érdekes módon ez az egész állapot, amit van. Szar. Ősznek egy dolog van, ha minden papír teljes mértékben jogosan van, és fel vannak hatalmazva arra, hogy ezt megtegyék, akkor ennek nincs akadálya. Ennek nincs akadálya. Halasztó hatálya van. A parancs, természetesen nem van. Ön is megérti azt, hogy nincsenek meg a feltételek. Na, szóval, hogy értsük meg egymást, halasztó hatályú igényterről van szó. Oda mondja, ne én nekem. Halasztó hatályú igényterről van szó, a VHT 115 paragrafus 2-es, valamint a PP 376 paragrafus 1-es bekezdése alapján. Ez el van indítva ez az ügy, ezért ma itt végrehajtás nem történhet, mert törvényellenes. Meg kell várni a megfelelő meg kell várni a bírói végzést, és nyilván, hogy a vesztes fogja állni a dolgokat. Ha mi megbízónk veszik, akkor ő valószínű, hogy ugye végrehajtás alá kerül, akkor már mi se fogjuk védeni, mert nem tudom, törvényellenesen rendvédjük. Viszont ebben az esetben a törvény még mellette áll. Erről van a szó. Nem. Meghatalmazott előtt, hogy itt nem vagyok én faktortok. És akkor ki van a vinfaktortok? Senki. Én csak képviselem őket itt ezekben a dologban, úgyhogy mint van el szerint. Érdekes dolgok, azért valahogyan igazolni. Értjük, maradjál vonalba. Hát az a baj, hogy a hatóság megint nem nagyon akar érteni, hogy miről beszélünk. Ide küldtek két szimpatikus rendőr urat, de ha nincsenek a helyzet magaslatán, akkor nem tudunk mit tenni. Érted? Igen, ezt neki át kell venni, ide nem akarja átvenni. Az előbb oda akartam neki, addig nem akarja átvenni. Én értelek, Béla, csak itt most abban a helyzetben vagyunk, hogyha megindulnak. Állj meg! Abban a helyzetben vagyunk, ha megindulnak. Mi nem tudtunk most úgy időben fölkészülni, hogy fizikailag is megakadályozzuk ezt a kilakoltatást. Hát de hogyha megindul, akkor valamit csinálnunk kell, hát azért vagyunk, nem?
itt áll mellettem, hallja, amit mondom. Nem, szó nem lehet róla. Szó nem lehet róla. Legyen szíves, és utána bemegy. Legyen szíves, itt a rendőrhatóságnak mutassa ezt a... Nekik semmit. De ő meg anélkül nem védheti a végrehajtót. Tehát? Értsünk szót. Várjál, mert elindult a vita. Hol a határozat? Hol a határozat? Lement a perc. Hát akkor kérem. Nem, hol a határozat? Bent megmutatom. Nem, itt mutassa meg, nem bent. Mutatom. Itt. Hol a határozat? Nem tudok szétszenni semmit. Hol a határozat? Zárja le. Hol a határozat? Mutassa meg a határozat. Nem működünk így. Hol a határozat? Na, a határozat arra csinál, amit akar, ha nincs, akkor nem. Bemutatom. Nem, itt a hatóság részre. Neki nem kell bemutatni. De ha önnek nincs határozat, akkor ön nem támogathatja az ön működését. Nem. Igen. Várjál! Itt vagy? Itt vagy? Na, most azt mondja a hatóság, ő nem akarja megnézni a határozatot, biztosítani akarja a végrehajtó bejutását az ingatlanba. Hát most ez hogy működik? Itt állunk az ajtó előtt egyenlőre, túlerővel szembe. Egy jogszerűen eljárásról beszélünk, és az ügyészségem fel fogja jelenteni mind az eljáró. Igen, és akkor most mi mit tegyünk? Álljanak fél az utamban. Na nem, magára hallgatok én. Ez élőben megy? Igen. Ez minden megszületési. Nem úgy a telefonban megy. A támogató rendőrhatóságnak kell bemutatni. Annak nem kell. Hát dehogy nem, bevállalja azt, hogy ön segíti-e abban, hogy bejusson az ingatlanban, vagy nem. Mert most itt erről van szó. Jó, akkor ezt le lehet papírozni. Akkor le kell papírozni, és akkor a végrehajtás ma vége. Kész. Ennyire egyszerű ez a dolog. Tehát ha ez a mód megoldható, akkor semmi akadály nincsen. Függessze fel a végrehajtást addig, amíg az igényperben a bíróság nem dönt. Mert csak a bíróság függesztheti. De hát eddig nincsen. Hát de halasztó hatája van a pernek, ne vicceljen már. Én akkor se függeszthetem föl. Hát dehogy nem. Hát a pert befogadó bíróságnak kellett volna felfüggeszteni a végrehajtást. De nézze, egy folyamatos ügy. Ezt a hölgynek 50-szer elmondtam. De folyamatban lévő ügyről beszélünk. Nem kapta meg a papírokat róla? Ez a kérdés. Még egyszer mondom. Ne beszéljen mellé! Ne kapta a papírokat róla, vagy nem kapta meg? Nem, de önnel nem kell, hogy vitatkozzon. De ember, hát értsen már meg, hogy miről beszélünk. Arról beszélünk, hogy ön van joggyakorlási hatalom, van emberség, és van minden egyéb más. Nem igazolta. Tessék? Ön az eljárásban való jogosultságát hát nem igazolta. Innentől kezdve. Én vagyok a kormánycsoport alelnöke, akik otthon védik. Egy jelent, hogy milyen tagja, hogy már. Teljesen de nem igazolja, ha nem igazolja. A tulajdonos igazolja, és mi a tulajdonos nevében járunk el. Így van, ennyi. Pontosan. Tehát a törvény szerint ez olyan. Így van. Magánszemély bármikor nem bízhat, utána lehet nézni a TT-ben. Igen. Tetszik érteni, miről beszélünk? Nem. Hát ez már az ön baja, maga a jogkudor, nem mi. Ha elkövető jogsértés, ebben az esetben ez nagyon kemény. De egyébként ez az egész lakás nem is az enyém. Tehát mivel a bátyám? Ez egész lakás nem az enyém. Ez egyetértünk.
Nem is volt. A Wind Factor is elvitte a bátyámnak a részét. Nem. Mert a bátya rész az ön nevére. Nem kerül. Hát ez azért van per. Az engem nem érdekel. De pont arról van szó, és azért megy az igényper, mert helytelen bejegyzések történtek. Igényper befogadó bíróságnak fel kellett volna függesztenie a folyamatban lévő végrehajtást. Mivel a bíróság nem függesztette fel, én köteles vagyok folytatni. A bírói állásfoglalás van róla, hogy jogszerűtlen volt a... Mi? A bejegyzés. Ha most mondja. De én még nem kaptam erről se semmit. Értse meg! Én várjál, Béla, azt mondja itt a végrehajtó úr, hogy ezekről ő nem kapott semmit. De aminek alapján föl lett a csapba. Hát az a bátyámnak ment vissza, ő meg szexárdon lakik. Át kellett, hogy vegye. De elnézést. Még egyszer mondom, én a bíróságtól nem kaptam semmit, hogy igényt. Na de ehhez magának is joga van. Még egyszer mondom. Most miért jó ez magának? Nem jó ez nekem, ha utána ez a per úgy dől el. Mindegy. Én nekem most a bírósági végzések alapján ezt akkor kell hívja fel a bíróságot. Zuzika? Nem hívom föl. Igen. Kell az a papír, ami friss keltezéssel van az igényperről? Igen. És olyan nincs, hogy a végrehajtó ezt nem hagyom a helyszínen megnézni. Tudom, mert láttam most a papírokat. Meg kell, de én sem szólni a járőrtársnak, hogy jöjjön ide. Jó? A járőrtárs sem segíthet jogtalanul magának, jó ember, hiába erőlködik. Hát miért akarja őket becsukatni, meg felelősségre vonatni? Tessék elolvasni, megnézni. Ne tologassa, olvasson! Hát maga írástudó, jogtudó ember, olvasson! És döntsön! Igen. És ezt ő megkapta postai úton ajánlva. A bíróságtól semmit nem kapta. Nem a bíróságtól, teljesen mindegy, ott van, érkeztetve van, a bíróság tud róla, majd fog róla kapni. Hát ezért a mai napig nem kaptam. Ezzel már így fel kell, hogy függessze az eljárást. Itt van leírva, csak nem hajlandó megnézni. Hát olyan csökönyös ez a végrehajtó elvtárs úr itt, hogy nem hajlandó megnézni, ami le van írva. Hát de tudomást vesz róla, mert kamerázzuk, vesszük. Veszi a másik fél is, vesszük mi is. 10 perc múlva YouTube-on lesz. Így van. Hát igen. Többek között, ráadásul én is vettem a hanganyagot, nekem is megvesz. Na, hölgyem. Én csak ővel is. Mi? Amit ők mondanak, én azt csinálom. Jó. Semmi többet. Jó. Megbíztam őket. Fel kell függeszteni az eljárást addig, amíg a bírósági végzés meg nem születik. Ez a bíróság is hozhatna már gyorsan egy végzésre. De erről nem mi tehetünk, meg nem ön tehet, hogy a bíróság rajta ül. De viszont önnek tudomása van most már róla, hogy ez el van indítva, önnek ezt figyelembe kell venni. A bíróság felfüggeszti. De ön addig felfüggeszti, amíg nem kap egy másik határozatot. De nem kapod, nekem nincs felfüggesztési jogom. De nincs határozata se, ember, adja ide, ha tegye ide. Még egyszer mondom, önnel nem tárgyalok, az adós kérdéssel. Tegye ide az adósnak határozatot, majd ő megmutatja nekem. Az adósnak adja oda azt a határozatot, aminek alapján most önnit végrehajtást akar. Ha nincsen határozata, te ugyanazt a cigány munkát csinálja, mint a pestiek. Azt én értem, de nincs nála határozata, már rég kitette volna az asztalra. De... Még egyszer mondom. A felfüggesztési joga csak a bíróságnak van. Hát ez a végrehajtásnak megy. Jó, ez csak... Én nekem nincs felfüggesztési jogom. Így van, lennie kell. Ha lennie kell, akkor... Ha lennie kell, adja át a hölgynek. Még egyszer mondom, a hölgy is rendelkezik vele. De hol? Hol rendelkezik? Hát a hölgy azt mondja, neki nincs. Rendelkezik. De, még egyszer mondom, de önnek van. A eljárást a hölgy lakásába, megmutatom a hölgynek. Igen. Minden. Azt, amivel elküldte, hogy a hölgynek ott kell lennie, de ő nála kell lennie, függetlenül. Azt mondja az úr, hogy itt van a táskájába, de már én nem tudok róla. Mert az eljárásban való részvételi jogosság. Mutassa meg a tulajdonosnak, neki joga van megnézni. De ő neki csak bent a lakásban. Miért bent a lakásban? Ez is ide tartom. Nehogy már fegeret játszom velem, ember. Majd oda akkor megy be, ha megmutatta a határozatot. Addig nem. Értsen már szót. Sehová. Hát nem igaz, hogy az ország ilyen végrehajtókkal
asztalban ellátva? A szakmája micsoda? Asztalos? Vagy libacsősz? Vagy mi a faszom? Kövédisznóír vásárolt, hogy... Remélem, hogy lehet is... Olyan nehéz kitenni azt a papírt az asztalra, hogy a végrehajtás érintő személy lássa, hogy miről beszélünk? Ha van magánál ilyen? Van. Tegye ki! Van. Ember, nekem kínám van, tegyen ki, hogy lássa, vagy mi? Vak is azt mondta, sose láttam. Tegye ki! Ne játszunk már zsákba, macskát! Vakon vezetik az embereket. Vakon vezetik az embereket. Még egyszer mondom, ha az eljárásban való jogosultságát igazolja, akkor önnek is adott felvilágosítást. Megbízott minket az ügyfél, hogy védjük az érdekeit. Megbízásokat. Tessék, adjon szóbeli megbízást. Nem. Írjuk le. Írásba kell. Akkor írjuk. Leírjuk. Gyorsan tegyük meg az írást, és akkor is értem. De ezt kellett volna még amúgy is. Itt vagyok, persze. A végrehajtót szólítsa fel a végrehajtás kérőt, hogy ez a végrehajtás, mivel nagy valószínűséggel jogszerűtlennek minősíthető a maga kényszerkiürítés, tehát nem maga a végrehajtás eljárás, a kényszerkiürítés, ezért azt függeszte fel addig, amíg az igényperben a bíró állást nem foglal, hiszen a bíró ilyenkor azonnal felfüggeszti a végrehajtási cselekményt. Ezért nem akar nekünk tudomást szerezni róla. Én ezt pontosan tudom. Ez tiszta. Teljesen tiszta a jogi álláspont. Itt pont az a cél, hogy kihasználjuk ugye az ítélkezési születet. Értem én. Nem várja meg, uram, a megbízási szerződést? Megfogtamodik. Nem hunyó. Kell elmenni. Hunyó. Hello. Hunyó. Itt vagy, Béla? Itt vagyok. Jó van. Jó. És fölállt az úr itt a kertkasztaltól, és sétál kifele. Hunyó. A végrehajtó, igen. Hát ki más? Hát most hívtak egy kis rendőri erősítést valószínűleg. Nem. Most még nem erről van szó. Utasításra várnak. Megbízott. Nem hajlandó elolvasni a végrehajtó úr. Egyszerűen olyan emberi hozzáállást tanúsít, ami számomra teljesen érthetetlen. Mint normális magyar állampolgárok egymással szemben nem tudunk beszélni. Pontosabban az eljáró rendőrhatóságnak a vezetője a kompetens, hogy ő ne nyújtson el segítséget. Tudnélik, a végrehajtó testépségét senki nem veszélyezteti, mindösszesen az ingatlanban való belülását. Szól, így van. Biztosítja, akkor a végrehajtónak valamilyen módon fel kell megfüggesztenie. Ez így van. Én a nyomozóhatóság vagy a rendőrhatóságnak a vezetője nevé, vagy helyében... Egy sima megbízást írjam. Erőltetném a helyében, megmondom őszintén, hogy segítek per pillanat a végrehajtónak, mert ebből bazin bocskos pereket fogok csinálni. Saját nevem. Bírói határozatok vannak a kezembe. Bírói állásfoglalások vannak a kezembe. Azon kívül perek vannak, folyamatban lévő perek, amiből az egyik igényper, ami halasztó hatályú. Tehát itt ez a meghatározott cselekményre történő végrehajtási eljárás, ez teljesen jogszerűtlen. Arról már is beszélek, hogy a végrehajtó nem hajlandó bemutatni az ennek a jogszerűségét igazoló bírói határozatot, ami megszabja azt, hogy hogyan, milyen módon kell ezt végrehajtania. Hogyan, milyen módon kérheti ki a rendőrségnek a segítségét. Tehát ezek azért nem úgy működnek, hogy csak úgy oda megyünk a hip-hop-ba, akit kilöttünk az igazatlanából. Ezeket az eljárásokat neki mind a törvény emberének mind külön igazolnia kell, hogy ez jogszerű, és bíró tudomással bír róla. Az otthonvédő koppánycsoport. Intézkedésnél jelenlévő tagjait. Hogy mondod?
Most írunk egy megbízást a Zsuzsika részéről. Zsuzsika, teljesen igazolom, hogy azonosítások legyen. De elég egy embert megbízni. Jó. Hogy eljön a jó. Akkor Balog István. Aláírni.